Két új bemutató és rengeteg fellépés idehaza, illetve a határon túl is izgalmas évada lesz ezúttal is a Győri Balettnek. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, benne pedig egészen konkrétan a világhírű Győri Balett lesz a témánk. Ugye a napokban tartották az évadnyitót, ennek részleteiről beszélgetünk itt a műsorban, amelynek vendége Kiss János igazgató. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Igazgató, köszönöm szépen, hogy a rengeteg munka meg készülődés közben is szánt ránk időt, de hát fontos ez a téma, fontos nekünk a Győri Balett. Kezdjük a legfontosabbakkal, most menjünk időrendi sorrendben, mindjárt most pénteken ugye lesz egy színházi évadnyitó, amelyben szerepe van a Győri Balettnek, és miért fontos ez Győr számára, miért fontos a balett számára? Nagyon boldog vagyok, hogy Győrre esett a választás, ez most a negyedik alkalom, hogy a színház jövőjéről tart konferenciát a Magyar Művészeti Akadémia, Veszprém, Debrecen, Kecskemét után Győr kapta meg a rendezési jogot. Ezen a napon lesz az országos, az összes ország, vagyis az országunkban az összes színházigazgató itt lesz, jóformán majdnem kivétel nélkül, rengeteg kolléga, tehát ez nekünk egy nagyon fontos megmérettetés, egy nagyon izgalmas gála lesz, amire természetesen várjuk a tisztelt közönséget, érdeklődőket, még ha jól tudom, korlátozott számba, de jegyek kaphatók. Tehát Győrből indul az országos évadnyitó társulati ülés, melyet államtitkár úr nyit meg. Mi fellépünk a Kodály Zoltán emlékére készített koreográfiával, melyet Velekei László készített, úgyhogy örömmel indul a 39. évadja a Győri Balett társulatának. Igen, kimondani sem semmi. Két új bemutató lesz, ugye ez elhangzott az évadnyitó társulati ülésen is. A Skarlátbetű, amely egy nagyon komoly és nagyon kemény téma, ugye szintén Velekei László álmodta színpadra, és a Kis Herceg. Miért éppen ezek a darabok, és mire számítsanak majd a nézők, mit kapnak viszont? Hát ez az igazság, hogy ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy tulajdonképpen kezdet óta a Győri Balettet szerető közönség láthatja darabjainkon keresztül, hogy egyszer szórakoztatni szeretnénk, egy kicsit lazítani, egyszer pedig mély gondolatokat közvetíteni a táncművészeten keresztül, és valójában az életünkről szólnak valójában ezek a művek. Nagyon örülök, hogy Velekei László, a Győri Balett művészeti vezetője, koreográfus ezt a művet találta meg, és ezzel van mondani valója a társulaton keresztül, kitűnő alkotótársakkal, szerintem egy nagyon izgalmas, igazán színházi táncszerű adás lesz, úgyhogy én nagyon bízom benne, hiszen a táncművészeknek, a Győri Balett művészeinek rengeteg olyan szereplehetőség van, amiben tényleg brillírozhatnak. Nagyon-nagyon sok fellépés lesz a társulatnak szokás szerint ebben az évadban is, viszont egy-két olyan új helyszín megütötte az én fülemet is, és igazgató is kiemelte, mint például Bécs, ahol évek óta nem, most viszont azt, ha jól tudom, akkor háromszor is fellép majd a csapat. Hova, merre mennek országon belül, illetve országon kívül? Melyek ezek közül az új helyszínek? Hát nagyon örülök, hogy Bécs várát bevenni nagyon nehéz, tehát ezért vigyáznak, hogy na mindegy, vigyáznak, amire vigyázniuk kell. Nagyon bízom benne, hogy ez a három alkalom, amikor fellépünk most októberben, egy a kortárs tánc fellegvárába lépünk fel a Táncquartierben, majd október 16-án a Magyar Bál díszvendégei leszünk, és ezt követően pedig tavasszal Vladimir Malahov világhírű balettáncos, balettigazgató, Bécsben ünnepelt sztár volt, az 50 éves születésnapján lép fel a társulat, ami egy óriási megtiszteltetés, hiszen a világból számos kitűnő vendégművész ünnepli ezt a fantasztikus embert. Itthon most már jövő héten a Budapesten, a Művészetek Palotájába lépünk fel, Pécsre megyünk, pécsi tánctalálkozóra, Keszthelyre megyünk, és még sorolhatnám, úgyhogy nagyon fontos, hogy itthon, otthonunkon kívül, hazánkon belül, és hát természetesen, ami nagyon fontos a társulatnak, a nemzetközi megmérettetés, tehát Ausztria, Olaszország, és egy nagyon fontos a tánc szempontjából egy
nagyon megtisztelő meghívásnak teszünk majd eleget tavasszal Moszkvába, tulajdonképpen a balett fővárosába lép fel a társulat. Ugye az új társulati ülésen, az évadító társulati ülésen elbúcsúztattak néhány kollégát, 20-25, talán még több év után is, volt egy kis sírás természetesen, és bemutatták az új kollégákat, az új táncosokat is. Fontos az a társulat életében, hogy időnként el kell engedni régi jó táncosokat, és aztán helyükre egyfajta vérfrissítésként fiatal tehetségeket hozni? Ez hogy alakul ilyenkor a társulaton belül? Hát az igazság, hogy a kedves nézők is tudják, hogy a táncművészek a testükből élnek, ugyanúgy, mint a sportolók. Tehát a mi életünk, amit a táncszínpadon eltölthetünk, az nagyon rövid idő. Tehát maximum 20, aki megéli a 25 évet, minden tiszteletem, és azt hiszem mindenki tisztelheti azokat a művészeket, akik emellett a fizikai munka mellett, amit a művészként el kell viselni, a testét, az ízületeit tulajdonképpen feléli egy táncos. Tehát ez borzasztóan nagy tisztesség, és én nagyon hálás szívvel búcsúztam és köszöntem meg azt, amit a Győri Balettért tettek ezek a kitűnő táncművészek. És hát természetesen az újak, tehát mindig a fiatalokat kell segítenünk, a fiatalokat kell helyzetbe hozni, és ugyanúgy, mint egy csapatba, nagyon nehéz bekerülni, nagyon fontos, hogy én mindig próbaidőre veszek fel bárkit, természetesen, aki a Győri Balett tagjai között lehet, akár művész, akár technikai, akár menedzsment, mert fontos, hogy az együttes úgy működjön, mint egy jó család. Tehát fontos, hogy mindenkinek nagyon fontos a szerepe, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz nagyon kell egymásba bízni, nagyon kell egymás munkáját segíteni. Ez a négy új táncos, két hölgy, fiatalok, tehetségesek, két úriember. Én nagyon bízom benne, hogy tisztességgel, becsülettel meg fognak felelni a Győri Balett követelmény rendszerének. Ráadásul két úriemberen érdemes megemlíteni, az egyik ugye brazil, a másik pedig szerb. Ez ilyenkor hogy működik? Tehát őket hogyan, mi alapján tudtak ők eljutni a Győri Balettig? Hol fedezték fel őket? Az az igazság, hogy hála jó Istennek nagyon sokan jelentkeznek a társulathoz. Mivel benne vagyunk a nemzetközi vérkeringésben, nagyon sokan érkeznek külföldről is. Tehát akár e-mailen, akár videókat küldenek, be szeretnének kerülni az együttesbe. Tehát valójában egy meghallgatás is van, vagyis egy megtekintés, amikor próbatánc van, és ide hívjuk őket, megnézzük, beszélgetünk velük, és hát valójában így esik rájuk a választás. Itt a felvezetőben nem mondtam, de ott az idénnyitón a társulatin elhangzott, hogy nagyon kevés idő volt a pihenésre, hiszen még az EUF idején is táncolt a csapat, tényleg alig egy-két hét volt a pihenésre. Ilyenkor egy picit akkor nehezebben indul be a gépezet? Tehát, hogyha nincs megfelelő pihenés, akkor nehezebben indulnak be az izmok, meg a testek, amiről beszéltünk, hogy ugye a táncosok a testükből élnek. Hát az az igazság, hogy nálunk nagyon fontos, hogy kondícióba hozzuk a testünket. Tehát ha kimarad két nap, akkor is nehéz utána beállni a próbára, a balettgyakorlatra. Én mindig lisztet szoktam, a liszt emlékiratába írja a Liszt Ferenc, hogy egyszer nem gyakoroltam, megéreztem önmagamon. Egy napig nem gyakoroltam. Két napig nem gyakoroltam, megérezte a zenekar. Három napig nem gyakoroltam, megérezte a közönség. Hát így vagyunk ezzel mi is. A repertoárra kapcsolatban említettük, hogy van két új bemutató, viszont a sikerdarabok közül is nagyon sok marad. Egy-kettőt említsünk meg, kinek mi a kedvence, biztos megtalálja közötte, hiszen nem véletlenül tartották műsoron ezeket a darabokat. Nagyon örülök, hogy a Romeo és Júlia tovább él, tehát több meghívásunk van külföldre is. A Bolero, ami úgy tűnik, hogy elnyűhetetlen, a Carmina Burana. Nagyon örülök, hogy óriási sikerrel a kortárs tánc életben nagyon jelentős és nagyon szép kritikát kapott Velekei László Belső hangok és a Románsz című műve. Tehát ezek a művek, hál' Istennek, tovább élnek a repertoáron belül. És még egy utolsó kérdés, Karlát Betűt, ha jól tudom, néhány napja már próbálja a csapat. Milyenek az első visszajelzések, milyennek tűnik a darab? Én Velekei Lászlót próbáltam szóra bírni az idénnyitón, akkor még nem nagyon mondott semmit, de azóta egy pár nap eltelt. Szóval hogy ízlik a táncosoknak ez a kicsit másfajta darab, másfajta téma?
Hát ugye van egy nagyon erős lélektani síkja a darabnak, és hát természetesen van egy koreográfiai táncos megjelenítése. Én nagyon örülök, hogy új utakat keres. Egy nagyon fontos, hogy egy alkotó mindig ne ismételje önmagát, mindig új gondolatok és új mozgásvilág fog megjelenni. Én nagyon drukkolok, hogy ez a mű természetesen tündököljön, és mély érzelmeket hagyjon az emberekben, mert ez a legfontosabb. Nagyon várjuk már a bemutatót. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, ez volt a hét, illetve az évad első konkrétja. Mostantól minden második nap, tehát hétfőn, szerdán, pénteken lesz majd friss konkrét, úgyhogy akik szeretik ezt a műsort, tartsanak velünk a továbbiakban is. Köszönöm a figyelmet, szerdán már Kárpát Zsolt számít a figyelmükre, a viszontlátásra.